Csicseregnek a fák, rügyeznek a madarak, mondanám méltán népszerű ismeretlen költőnk, de hát nem mondja, mert nem ismerjük. Nagy tisztelettel köszöntöm Juhász Borit itt a Találkozások házában. Tényleg most már itt van a tavasz, és ha minden igaz, akkor rengeteg programmal várjátok az érdeklődőket. Ez így van. Ahogy eljött a tavasz, iszonyú sok programmal készültünk márciusra a városlakóknak. Kezdődik ugye rögtön a nők hetével, illetve a nőnappal, de akkor mondom sorjában dátum szerint. Március 3-án Tari Anna Mária előadása lesz látható itt a Találkozások házában. Tari Anna Máriáról szerintem mindenki tudja, hogy kicsoda, de azért azt elmondom, hogy elég nagy közönséget tudjunk toborozni. Az alfa generációról tart előadást. Az alfa generáció az a generáció, akik már szinte az anyatejjel szívták magukba az információs technológiát, hogy úgy mondjam. Tehát hamarabb tudnak gyakorlatilag érintőképernyős dolgokat kezelni, mint mondjuk járni vagy beszélni. Az ő előadása lesz 3-án. 4-én levetítjük itt a kamarateremben a Lovasi Jász című filmet, ami már egy hete megy a mozikban, és nagyon nagy sikernek örvend. Kassai Lajosról szól ez a film, és Kaszás Géza filmje. Itt a kamarateremben látható 4-én 18 órától. Utána a következő programunk az ugye lesz a Városi Nőnap, ami itt lesz a nagyteremben, de lesz a nőknek, egyébként csinálunk egy egész kényeztető napot. Mi így neveztük el, hogy kényeztető nap. Ez március 10-ére esik, amikor is itt a Találkozások házában rengetegféle kényeztető dologban lehet részük a hölgyeknek, jobb szabadságot kivenni arra a napra, ugyanis 2-től itt folyamatosan lesz jósnő, masszázs, szépítő stúdiók lesznek, körömápolás, lesz fodrász, mik lesznek még, hogy oda pillancsok egy pillanatra, ingyen használható kondigépek bizony. Valamint csinálunk egy nagy vásárteret, egy piacteret, ahol mindenféle finomságot lehet vásárolni. Többek között ezeket a méz, sajt, süteményt, ékszereket, kozmetikumokat. És akkor nagyjából ezzel van vége a kényeztető napunknak március 10-én. De kifelejtettem Mici Mackót, aki március 9-én látogat el ide hozzánk. Az igazi Mici Mackó lesz itt természetesen a Móricz Zsigmond Színház előadásában a nagy színpadon. Március 14-én tartjuk a március 15-i ünnepségünket, kint a Vasvári Pál szobornál, 11 órától, ahova szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és akkor szerintem a végére is értem, elmondtam. Nem, hát a legfontosabbat majdnem kihagytam, Mód és Herold, Esztergályos Cecília főszereplésével a Körúti Színház előadásában, március 13-án, 19 órától itt a nagyteremben. Ahogy nézem, március 10-én lesz jósnő is. Hogy örülne szegény Terka néni, de hát sajnos már nem lehet köztünk. Sajnos őt már nem tudjuk meghívni, de jön. Ki lesz a jósnő? Nem ismerem személyesen, de valószínűleg annyira titokzatos, hogy még a nevét sem árulta el, de lesz jósnő. Többféle masszázs lesz például, akik nem ismerik még a korokán masszást, azoknak feltétlen érdemes eljönni. Ez ruhában történik, tehát nem olajos, nem kell tőle tartani, hogy vetkőzni kell, vagy olajozni kell, hanem... Pedig vette volna Városi TV. Igen, hanem ez egy ruhában történő masszázs, és bárki kipróbálhatja. Ingyenesen, ismét mondom, hogy a kényeztető napunk ingyenes lesz. Tehát bárki ide bejön, bármilyen hölgy, az itt nagyon jól fogja magát érezni, mi erről gondoskodunk. A kreatív fotózást még nem említettem. Az úgy fog kinézni, hogy készítünk a hölgyekről smink előtt egy fotót, majd sminkelés után is, és aki beleegyezik, akkor annak a fényképét a Facebook oldalunkon meg is osztjuk, hogy ilyen volt előtte, és ilyen utána. Március 15-i ünnepség 14-én gyülekező, illetve koszorúzás hol, mikor? 11 órakor lesz a koszorúzás a Bűdi Vasvári Pál szobornál, ahol egyébként is szokott lenni, és 10:30-kor autóbuszokkal lehet kijönni innen a Találkozások háza elől. Nézzük a színházat, jegyet mikortól lehet venni, és milyen árban? Jegyet már is lehet venni, 2500 forint per darab áron. Fogynak a jegyek? Igen, igen, nagy az érdeklődés, hál' Istennek. Aztán a Lovasi Jász, ezt kihagytuk március 4-én, bevételes vagy ingyenes? Az ingyenes előadás, mindenkit szeretettel várunk, március 4-én itt a kamarateremben lesz levetítve a film. Látom, itt a hátad mögött még ki van téve, hogy Kisáfra Mária festménykiállítása lesz.
Igen, március 10-én nyitjuk meg ezt a kiállítást, Kis Áfra Mária festményei, már itt vannak a házban, hamarosan berendezzük a kiállítótermet, és arra is várunk szeretettel mindenkit. Gondolom ez délután lesz, ahogy szokott lenni. Így van, délután valamikor a megnyitó, a dátumot, vagy az órát még pontosan nem tudom megmondani, még egyeztetünk vele. Valamit mondjunk már a festőművésznőről, láttad a képeit, mégis milyen témájuk, mit akarnak? Nagyon sokoldalú a művésznő, rengeteg a csendélete, nagyon szép tájképei vannak, de egyébként bár mindenről fest, ami az útjába kerül és ami megihleti. Na köszönöm szépen, én azt hiszem megint zúdult az információ a kedves tévénézőkre. De aki nem tudtam megegyezni, amit abszolút nem csodálnék, mivel nagyon sok program lesz, ezért megtekinthetik a Találkozások házának a honlapján, aztán Facebookon és a Tiszavasvári Városi Televízió képviselőjében. Köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.